nem kell beszélni róla sohasem. És magyar szív és észtartották vizet. Egy ezer évnek vére, könnye és verejtékes munkája adta meg Szent Jusson, egy rágárdat. És nem lehet feledni. Hirdette héten. Nem volt. Te lesz még egyszer Magyarország. És nem lehet feledni. Nem, soha. Hogy milyen volt a legszebb, mindig gondoljuk rá. Azoknak a fontosan elesett szamoszegi fiatal embereknek az altán is, akik egy neveje szolgálat kerítőbe várnak felmennek jövőre. Szeretnénk egy kicsit jobban érteni azt, hogy miért lesz a torul, hogy csak nem szállított a fiatal ember, minek köszönhető az, hogy 1940-ben település teljes idő lakosságát kiterelték a faluból, miért áldozták életüket a Mária-Ernő névjegyében többek között a következőket lehet találni. Naphaj-Ernő történész politikus, 1948-ban született Borjádon, Pécset érettségizett 68-ban, 69-71 között sortak, 81-ben doktorát, 87-ben kandidált. Az általa alapított balkanisztikai kutatócsoport vezetője, néhány évvel Károly kiadó igazgatója. Társadalási szinten beszél Magyarország 19. és 20. század történelmi tanítja. Szakterületek, Erdély és a román-magyar kapcsolatok, valamint Trianon és az elszakított területek Magyarországának története. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves hallgatóim! Hallgattam a saját életemet. Minden nap más faluba és városba tartok előadást Trianonról, ilyen hosszú 100 perces előadásokat. Mindig ugyanezt mondják, és mindig elmondják, mert én mindig elfelejtem helyesbíteni, hogy én nem vagyok politikus. Csak voltam. Én egy mezitlábas, papados, sajnos budapesti, de vidéki lelkű történész vagyok, öreg történelmi tanár, amit látják. És most már valóban, komolyra fordítva a szót, ezzel a trianoni, udvariasan fogalmazva, trianoni őrülettel foglalkozok most már tényleg 40 éve. Mögöttünk ott van a második világháborús emlékmű, és itt önöktől jobbra ez a fantasztikus Jóni János úr által, akit szeretettel köszöntünk, készült fantasztikus székely kapu, és benne az a kulcsmondat nemzeti összetartozás emlékműve. Erre még visszatérek majd a kis rövid megfoglalásom végén. Először is, hát ugye ez a három emlékmű, ez összetartozik. Ez ugyanannak a történelmi jelenségnek a három oldala. De lehet, hogy ugyanaz az volt. Velsz és Észak-Írország együtt volt, együtt 315.000 négyzetkilométer. Tehát Magyarország az osztrák-magyar monarchia 676.000 négyzetkilométer részeként az adott európai második terület, legnagyobb területű nagyhatalom. Na most, amikor Európa két katonai tömbre, a katonai tömbök nagyon veszélyesek, mindig angolok, franciák, oroszok, illetve a németek, 575.000 négyzetkilométer a monarchia, 676, hozzánk csatlakozott Olaszország és Románia, később mind a kettő ország ellenünk fordult, akkor lehetett tudni 14 előtt, hogy a világ történelem addigi legnagyobb fegyverkezési versenye alakult ki. Weissmann-Fried művek, Spáros-Koda család fegyvergyára, a Krupp művek, Franciaországban Schneider közül, Oroszországban Putyin, nem sorolom, mert elvenném nagyon a saját időmet. A lényeg az, hogy az akkori politikusok, például Gróf Tisza István tudta, hogy előbb-utóbb háború lesz. Előbb-utóbb háború lesz. Amikor a polgármester úr utal, pontosan 14. június 28-án Szent Vid napján a szerbek nemzeti Kalászokból panaszos a kenyér. Kalász, kalász, ága magyar kalász, ez egy zsidó gőn, a
bunda szemeket. Menjünk az árnyon, százszor elborítjon, ne hagyd el veszni, elvégy is velünk. Magyarul tanított, imádkozni anyám, és szeretni téged, gyönyörű szép hazám. Lerajzolt a képet a szívem közepébe, beírt a nevedet a lelkem mélyébe. Szabutja, Nardai Barna, Marga Béla, Paragantól, Marga Sándor közben az utasít rendőrkerű Délnyi Lános és Fia Mirejébe. Elkészült el utána kapu helyére emelésében Molnár Gyula, Ás György, Röverendbe, Gajnő Márton és a közmunka mezőgazdasági start projektjének résztvevői segítkeztek Szomszénnyel az utasítóval. Sokat segítettek az itt lakó szomszédok helyiséggel, árammal, ötlettel, pozitívban, negatívban, de segítettek. A környék rendbetételét a Szamoszeg község megmaradásáért baráti egyesület tagjai végzik rendszeresen, és még nem jutottam a végére, ha minden részmérőt összeszámolom, hogy tényleg nem tudom számolni. 1990. Vissza, akkor valószínűleg a válasz az lenne, hogy hát 1920, vagy az előtti időszakra, ugye, vagy 20-ra pontosabban megfelelő szerepül a Trianoni Magyarország, a megcsinkított Magyarország, tehát időben ez közel 100 év, térben meg, hát kuszékek, kapuszékek, igen, hát akkor ennyi 500-550 kilométerig, tehát körülbelül ennyi, de hát nem ilyen egyszerű. Kedves ünneplő közösség, igen-igen nehéz helyzetben vagyok, mert olyan áhítattal és odáttal hallgattam az előadókat, akik mind fejből és szívből és lélekből és írott papír nélkül mondták el mindazt, ami a szívükben van. És én végtelenül csodálom őket. Úgy szeretnék én is ilyen szépen előadni, ilyen szépen beszélni. De a mindenható Isten más kifejező formát, más kifejező eszközt adott, ebből ajándékozott meg. És én nekem ez a szolgálatom, ez a hivatásom, hogy ezt műveljem, ezzel közvetítsek. Néhány nyitott és határon túlra került testvéreimnek. Én úgy fogalmaztam el magamnak, hogy nemzeti abortuszt végeztünk majdnem 100 éven keresztül, miközben álszenten énekeltük Isten áldaga magyar nemzeti hírosztokat. Ezek az események... Úgy tűnik, hogy magdalni mindig könnyebb, mint össze köpni bármi. Ha szétszakítva is a Kárpát-medencében azért, hogy nemzetünk életének meggazdagodását és szakadatlan szolgálatát végezzük. Istenünk szent lelked által, hogy látva az elődök életét, szemünk előtt tartsuk, hogy honnan jövünk és milyen gyökerekkel rendelkezünk. Királyt, államunk alapítóját kiválasztottad, általa népet is keresztényé tetted, a maga nénak tekintetted. Hadd legyünk egy sőt. Megáldom ezt az emlékművet az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Adja a minden kegyelemnek itt Istene, hogy ébresszen bennünk, szívünkben, népünk és hazánk iránti szeretetet és megbecsülést határon innen és határon túl. Amen. Magyarságunk megmaradása gondolatkörében térünk vissza a professzor úr által elmondott három lehetséges út egyikére, mégpedig arra, hogyha a magyar nép szaporodik. Hogyha a fiak, leányok töltik be falvainkat, országunkat, a Kárpát-medencét, és a lélek mindig ott található, ahol az élet van. Ahol halál van, ott lélektelenség van. A 144. Zsoltárból idézek, amely a következőt mondja, mint egy áldást kívánásként a népre, az Istenben bizakodókra.
fiaink legyenek olyanok ifjúkorukban, mint a nagyra nőtt palánták. Leányaink pedig, mint a faragott oszlopok, amilyenek a palotákban, és Szamosszegen itt a főtéren is van. Színültig telt raktáraink koncsanak mindenféle jót. Juhaink a legelőkön szaporodjanak ezer, sőt tízezer annyira. Marháink legyenek kövérek, ne érje őket baj, ne vetéljenek el, ne legyen jajveszékelés a tereken. Boldog nép az, amelynek így megy a sora. Boldog nép az, amelynek az Úr az egzisztenciális biztonságunkat, nép lélektani környezetünket és közérzetünket erősítjük. Világos tüzésre békességet alkot. Itt a Szent Korona óvja az egységet, egybeküzi Erdélyt és a délvidéket. Felvidéket óvja, Kárpát alját félti, 64 vármegye fohászát megérti. Idegen vagy testvér vándor életnek, köszönet ez a kapu az itt lakó lelkek. Ez a kapu nyitva, azt jelzi szabadság. Átenged, befogad, s büszkeséget ad rá. Ez az átkot már őrzöm Magyarország, hiszek az álmomban egy életen át. Egy ilyen hónapban rejlőm bizonyosság, a milliók áldása szálljon rá. Köszönjük szépen! Most Imre Dóra szavalata következik, Bartalics Károly Imre imádság című versét fogja szólni. Bartalics Károly Imre imádság, imádkozzunk a hazáért, boruljunk le altra. A magyarok szent Istenem bárcsak meghallgatna. Fáj a lelkünk, vérzik szívünk, sír az egész ország, a magyaroknak szent Istene, tekints az égből rám. Most pedig a református egyházközségeinek kora következik, három éneket fognak elénekelni. A Reformátusok Világtalálkozójának himnuszát, a Magyarok Világhimnuszát és egy sereggyűjtő éneket. Harangok szólnak most a hideg szélben. Ős harag dúr régen minden magyar szívben. Családokat, testvéreket választott el egy koron. Egy igazságtalan döntés, melynek neve Trianon. Vádolunk hát! 13.370.000 testvérünk erőszakos elvitelével. 232.000 négyzetkilométer országterület eltulajdonításával. 11.500 kilométer vasútvonal jogtalan használatával. 13.407.000 lábas jószág elvitorlásával. 10 millió hold erdő és annak vadjainak elorzásával. Ha bárhol egy harang szól, ha fületekbe széldalol, ha ablakotokon esőcsepp dobol, tudnotok kell hát, hogy nálunk az igazság. Magyarország határai mindig addig fognak nyúlni, míg igaz magyar lelkek könnye emiatt fog hullni. Míg igaz magyar lelkek könnye Trianon miatt fog hullni!